Az Országos Magyar Vadászati Védegyletnek három kitüntetése van, amelyekkel az arra érdemesek tevékenységét ismerheti el a vadászok közössége. Ezek közül az egyik a Nimrod vadászérem, amely a Magyar Vadászok Országos Szövetsége által 1969-ben alapított kitüntetés. Hosszú évtizedes, nagyon sikeres szakmai munka után érdemli ki az a vezető, és az a... Hát tulajdonképpen a vezetők mögött is azért mindig van egy segítő, vagy több segítő, valamint egy társaság, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egész társaságé, de nyilván a vezető kapja. Ezt a munkát szolgálja a Kocsolai Dám vadásztársaság is, ahol az elnökségi tisztet 2007 óta Börcsök Zoltán látja el. A vadászat szépségeibe, a felelősség teljes munkába még édesapja vonta be. Az évek alatt a vadgazdálkodásban, a vadászatban és a vadászati kultúra ápolásában végzett, példamutató munkája elismeréseként kaphatta meg a Nimrod vadászérmet. Édesapám hozott bele nem csak a vadászatba, az életbe, a mezőgazdaságba, és mindenben, és azon felül a vadászatban is ő volt az én példám, vagy az útmutatóm, és neki is köszönhetem, hogy megszerettem ezt a vadászatot. 91-ben, hogy átmenekültünk Magyarországra, hát nem meg kellett biztosítanunk a családunknak a megélhetést, tehát vadászatra nagyon akkoriában nem volt időnk, de viszont ahogy múlott az idő, durván 98-99-2000 környékén, akkor azt hittük, hogy a mi vadászvizsgánk jól lesz ide Magyarországra de akkor kiderült, hogy nem. Újra kellett vizsgáznunk, édesapám is, én is, és akkor levizsgáztunk itt a Magyarországon is vadásznak, és akkor itt kezdtük újra a vadászati tevékenységünket. Az ünnepség keretében avatták fel azt a vadászpanteont, amelyet nemrég telepítettek át a felújított Dalmandi kastély épületébe. A Bámbéla vadász barátommal beszélgettünk, és ő említette nekem, hogy igen, mert most megszűnt az a hely, ahol Dombváron volt, hogy nem tudnánk valami helyet találni, és én hogy igaz, hogy nem sokat gondolkodtam rajta, és felajánlottam azt, hogy mivel itt alakulóban van ez a kastély rész, és a, kastélynak a nagyobb része ilyen vadászatról, meg rólam, meg a családomra szól, és úgy gondoltam, hogy méltó helyet találunk itten, ebbe a különösen ebbe a terembe, azokról az emberekről megemlékezünk, azokról a Dombovár és környékbe élő emberekről, akik nagyon sokat tettek abban az időben a vadászatét és a vadászati társadalom társadalomért. Ha belépünk ide ebbe a szobába, akkor mindig eszünkbe jutnak. Itt azt mondom, hogy a többségét még én is ismertem, úgyhogy 80-90 százalékát még mondhatom, hogy együtt vadásztam is azokkal a vadászokkal, sőt a Szőke Géza bácsival első vadásztársaság, ahol én tag voltam, az a Dombovári volt, és ott a szőke Géza bácsi volt az ernek. Az ünnepségen jelen voltak a Tolna megyei vadászszövetség vezetői, számos vadász, barát, valamint Pintér Szilárd, Dombovár város polgármestere is. A mai nap lehetőségünk nyílt arra, hogy a megyei vadászkamara vezetői itt voltak Dalmandon ezen a jeles napon, és mindenféleképpen örülnénk, és fel is a figyelmüket, hogy 23-ban Dombovár szeretne házigazda lenni a megyei vadásznapnak, hiszen a térségben működő nyolc vadász egyesület, azt gondolom, hogy példaértékű, amit bemutat, és ez a mai nap is ennek azt gondolom, hogy nagyon szép jele, hiszen a Pantheon méltó helyére került, és azok a vadász idősek, akik bármit elkövettek azért, hogy ebbe a járásba ez a vadászat nyomokat adjon, azok ma felkerültek erre a falra. Ami ennél nagyon fontosabb, és volt lehetőségem gratulálni Börcsök Zoltánnak, aki a Nimrod díjat is átvehette, tehát kicsit visszaéve a lehetőséggel, mi felhívtuk a megyei vadászkamara elnökségének a figyelmét, hogy Dombavár nyitott, és 2023-ban várunk minden tolna négy vadászt Dombavára. A Tolna megyei vadászszövetség elnöke is gratulált Börcsök Zoltánnak az elismerő díjhoz, aki azt is hangsúlyozta, hogy milyen fontos szerepe van a vadászoknak a természet egyensúlyának fenntartásában. Igazából ja, a vadászszövetség a, a, országosan az egyik legnagyobb civil szervezet a, a védegylet amelyiknek pillanatilag semmilyen úr az elnöke, fogja össze a vadásztársadalmat, a vadászata a jogosultakat, és szervezi a, a vadászati életet. Dalmandon méltó helyre került mind a Nimrodérem elismerés, mind az a Pantheon, ami a múlt nagyjainak emlékét őrzi.